Köszöntöm mai vendégünket, Veres Zsuzsannát, a knk s elnökét. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nem is olyan igen, tegnap találkoztunk a mérkőzésen, egy nap eltelt, gondolom, most már higgadtan lehet értékelni az ott látottakat. Igen, én is köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a kedves tévénézőket. Uh, igen, ez egy nagyon hektikus mérkőzés volt. Azt gondolom, hogy talán a, ebben az évben, a, a 23-24-es évben ez volt az első olyan mérkőzés, ami ami nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, nagyon nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. De a lényeg, hogy a két pont megvan. Azt gondolom, hogy, hogy talán ez volt a csapat holdpontja. Legalábbis remélem. Az elmúlt szezonban volt egy mélyrepülés, amikor kizuhantunk a magasabb osztályból, de előtte pár fordulóval már beszélgetünk arról, hogy kezdtek erre fölkészülni, és próbáltok építkezni. Hogyan sikerült ez? Igen, hát az elmúlt év az egy, az egy borzasztó nehéz év volt, mindenféle szempontból. Ugye több külső tényező akadályozta az építkezést ennek meg is lett az eredménye, ugye egy osztályjal lejjebb tudtunk indulni most a 23-24-es évben, viszont egy, elkezdődött egy olyan háttérmunka, aminek az alapja és talán a legfontosabb része az utánpótlás építése, fejlesztése, nevelése több új kollega került be a rendszerbe, edző kollega, akik, akik külső területeken is elkezdték a munkát, sőt van, ahol már második éve zajlik ez a folyamat, úgyhogy azt gondoljuk, hogy talán a mostani időszakban ez lehet a legfontosabb, és talán ez a, ez a fő feladatunk, hogy az utánpótlást építsük. A tegnapi meccset leszámítva, elfelejtve, látod már, hogy léptünk előre, és lehet látni, hogy valamerre haladunk? Mindenképpen azt is lehet látni, a kedves nézők, ha követik a mérkőzéseket, akkor lehet látni, hogy kecskeméti érdekeltségű játékosokkal tudunk most együtt dolgozni, akiknek nyilván szívügyük a, a kézilabda, akár fiatal, akár rutinosabb játékosokról van szó. És ahogy mondtad, a tegnapi mérkőzést leszámítva, nagyon szépen fejlődnek és kezd csapattá válni és közösségé válni a. A, a közösség, <laughs> köszönhetően ez természetesen a vezetőedzőnek, Bíró Kisúház Petránnak és a vele dolgozó kollégáknak is. Akkor menjünk egy kicsit tovább, mert most már lement egy kör, tehát mindenkivel játszottunk, egészen jó a mérlegünk, ott vagyunk a dobogon, mit lehet tudni az ellenfelekről, hiszen most már nagy zsákban macska nem lehet. Így van, a tabella állása az számunkra roppant kedvező. Ugye az elsődleges és a, nagyon rövid távú célkitűzésünk az az volt, hogy az első négybe szerepeljünk. Ennek ez azért volt nyilván fontos, mert ha lemegy ez az oda-vissza akkor utána mi most jelen pillanatban a G csoportba vagyunk, és akkor a H csoport <laughs> első négyével tudunk játszani. Ha a második négybe kerülnénk esetleg, de jelen pillanatban szerencsére úgy tűnik, hogy ez nem így lesz, akkor, akkor viszont a kiesés ellen kéne harcolnunk, azt pedig nagyon-nagyon nem szeretnénk. Jelen pillanatban a, a G csoport állása, ugye az úgy néz ki, hogy mi vagyunk a második helyen, az első helyen az NU se helyezkedik el, akik viszont egy nagyon komoly játékos állományjal bírnak. Több játékosuk MB1-ből, illetve MB1-et megjárt játékosok, nekik az egyértelmű célkitűzésük a feljutás. Nyilván egy sokkal magasabb költségvetéssel rendelkeznek, mint mi. Látszik is egyébként a, a mérkőzéseken, az eredményeken, hogy azért ők egy kicsit magasabb szinten vannak, mint a többi csapat. Az elősej veretlen, minket is megvertek, de a többi csapatot nem tudtuk győzni, vagy pedig pontot tudtunk rabolni. Tehát azt lehet mondani, hogy nyugodtan számolgathatunk. Milyen a hátsoport? Mert azért nézzünk arra is. Igen, ott is én úgy gondolom, hogy talán egy-két olyan erős ö, ö, csapat lehet, akik, akik ö, talán egy kicsit magasabb szinten kézilabdáznak, mint a többi ö, 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 csapat. Ott már azért keményebb küzdelmek lesznek, ott már azért nem lesz nagy arányú ö, győzelem, akár kiki harcok. És majd meglátjuk, ez még sajnos a versenykírásban nem szerepel, hogy ö, pontokat viszünk-e, hogy visszük a pontokat, ö, hogy alakul ki majd ott is a, a, a kezdőtabella. Ha a gírcsoportból fölmegyünk és a hárcsoportossal megküzdünk, akkor számoltunk azzal, hogy megint egy ugrás következik be az életünkben? Nyilván az egy külön feladat és egy külön kérdés, hogy egy osztálya a följebb. Nem tudom, én mindig azt mondom a lányoknak, hogy lepjetek meg, <laughs> hogy akkor tudjunk gondolkozni azon, hogy, hogy lehet-e följebb. Természetesen ennek azért komoly anyagi háttere és következményei vannak. Mindig az anyagiaknál kötünk ki. Mindig. Nagyságrendekkel magasabb költségvetéssel kell dolgozni egy magasabb osztályban. Szó volt-e arról, hogy fúzionáltok, és a férfiakkal együtt fogtok majd tovább menni, mint hogy a női röplabdások ezt megtették? Jelen pillanatban erről mi még nem tárgyaltunk, úgyhogy erről még nem volt szó. Ha lehet, hogy a, a pénztárcában turkálnak, akkor mégis milyen nagyságrendi változásnak kell bekövetkezni ahhoz, hogy azt mondjátok, hogy nyugodtan vállaljuk a magasabb osztályban való szereplést? Nagyon nagy a különbség, tényleg nagyon nagy, tehát ö, ö, több 10 millió forintos különbség akár, ö, sőt, akár 100 millió forint különbség is lehet. Majd lehetne azt mondani, ilyenkor szépen kihátrálva a kérdés elől, hogy építkeznünk kell és a játékosokat föl kell építenünk, legalább egy szezonon keresztül. Ö, mindenképpen és alapvetően ez a munka is zajlik egyébként, tehát nagyon sok fiatal játékos kap szerepet most a, a felnőtt keretben és ugyan a tegnapi mérkőzés uh, uh nem feltétlenül azt mutatta, hogy, hogy sikeresen, illetve uh, már őket is be lehet építeni. És azért szerepet kaptak a fiatalok, és, és azt gondolom, hogy, hogy helyt is álltak. Tehát, hogyha egy kicsit hosszú távon gondolkozunk, akkor lehet, hogy miattuk még nem is biztos, hogy uh, uh, érdemes lenne ez a magasabb osztály. De, mint mondtam, hogy hozzanak olyan kellemetlen helyzetbe a lányok, hogy ezen kelljen gondolkoznom. <laughs> Legközelebb hol játszunk, és milyen reményekkel szállunk uh. harcba? Legközelebb is hazai mérkőzés lesz, és uh, hát az élvezető, vagy a listavezetővel fogunk játszani. Úgyhogy uh, az egy nagyon kemény mérkőzés lesz, nem feltartott kezekkel megyünk természetesen. Nagyon szeretnének a lányok legalább egy pontot elhozni, uh, úgyhogy készülünk rá, és ez vasárnap lesz ez a mérkőzés. Köszönöm szépen, várjuk a hölgyektől a meglepetést. Én is. Köszönöm szépen.